Szűz Mária jegyesét Jézus nevelőapját 9. Piusz pápa tette meg az Egyetemes Katolikus Egyház védőszentjévé. Az ünnepet pedig 12. Piusz pápa rendelte el 1955. május 1 -én. Szent Józsefet nem csak a katolikus, hanem az ortodox és az anglikán egyházban is szentként tisztelik. Szent Józsefről nem tudunk sokat, ugyanis a Biblia csak annyit ír le, hogy ő volt Jézus nevelőatja, Szűz Mária jegyese, férje. Ő biztosította a szent család anyagi hátterét, és ebből a szempontból is példaképe nem csak a munkásembereknek, hanem minden egyes férfinak, férnek, hogy a család anyagi hátterét csendes munkával biztosítsa. Szent József eredeti ünnepe március 19-én van. Ez az a fő ünnep, amikor az egész világegyház köszönti az Úr Jézus nevelőatját. Mindazonáltal Régtől fogva volt létezett egy májusi ünnepe is Szent Józsefnek, amikor Józsefet, mint az anyaszent egyház oltalmazóját szólítottuk meg. Ezt az ünnepet nevezték ugye a régek, hogy Szent József oltalmának az ünnepe. Szent Józsefre a 19. századtól emlékeznek, mint a munkások védőszentjére. 1891-ben május 1-én volt a híres párizsi munkatüntetés, és ugyanabban az évben adta ki a katolikus egyház az első szociális enciklikáját, amely kifejezetten a munkások helyzetével foglalkozott. Rámutatott nyomorúságos helyzetükre, és arra ösztönözte az egyház vezetőit, hogy megkülönböztetett figyelemmel forduljanak a munkások felé. A szentírás szerint az alkotó munka az Isten képűség jele. Az egyház kiáll amellett, hogy a munkanélkülieknek nem csak segélyt kell adni, hanem munka lehetőséget is, mert aki hosszabb ideig nem végzi az alkotó tevékenységet, elveszíti a biztonságérzetét, önbizalma és méltósága sérül.